különböző hatások kombinálásával jönnek létre újabb és újabb dolgok, amitől ez egy ilyen varázslat. Kovács Gabó, a szakma és a versenyzés szerelmese, a Crystal Nails fejlesztő szakembere. Ötszörös USA bajnok, a világbajnokság zsűri elnöke 2012-ben, világbajnok Düsseldorfban, körömolimpia győztesek győztese Londonban. Soha nem hagytam abba egy-egy kudarcnál. Volt olyan időszak, amikor nagyon sok vendég visszajött, hogy letörik a körme, fölválik a körme. Volt, hogy amit magamnak csináltam, az is fölvált elég hamar, akár egy-két héten belül. És ott voltak pontok, amikor döntenem kellett, hogy vagy feladom, és abba hagyom, és más szakma után nézek, vagy folytatom, és megnézzük, mi jön ki belőle. De nagyon szerettem. És egy kihívás volt, hogy meg kellene oldanom, hogy a köröm fönnmaradjon, és tartós legyen, és ezért mindig újra és újra próbáltam, és most itt vagyok. 16 évvel ezelőtt nem volt ilyen választék. 16 évvel ezelőtt volt egy-két féle anyag, egy-két féle eszköz, amit lehetett használni. Jó volt az a munka is, amit sok-sok évvel ezelőtt csináltunk, de szerintem ma már a mostani képzések mellett és a mostani anyagok, eszközök mellett ez már jóval könnyebb. Hát az első zsűrizésemre emlékszem, iszonyat káosz volt a fejembe. Úgy éreztem, hogy a versenyző miatt nagyon-nagyon alaposnak kell lennem, mert tudom, hogy versenyzői szemmel ez mennyire nagyon fontos. Úgyhogy én szerintem jobban elfáradtam az első zsűrizésem után, mint hogyha egy versenyzést csináltam volna végig. Sokszor volt már, hogy elgondolkodtam azon, hogy nem versenyzem tovább, de ezt a versenyzői vért, ezt nagyon nehéz föladni, nagyon nehéz elnyomni, mert ha nem versenyzőként vagyok ott egy versenyen, akkor vagy a tanulóim versenyeznek és értük izgulok, vagy zsűrizek, egy kicsit mindig benne vagyok, és hát hiányzik. Ha elmerem képzelni azt, ahova el szeretnék jutni, akár fizikai, akár lelki értelemben, az fél siker, mert csupán az valósulhat meg kívül, amit belül már képes voltam megteremteni.